Woody Allent hoztam nektek mára, egész egyszerűen azért, mert hogy nem hogy egy disznó van a képletében, hanem rögtön három. Ezen felül egyébként december 1-én a szülinapja, úgyhogy lassan itt van a szülinapja is, de ugye még disznó hónapban vagyunk, úgyhogy a disznó hírességeket nézzük, és hát nála úgymond nagyobb disznót nem is találhatnánk, hiszen három disznó van a képletében. Ugyanis Yinfa disznó évben, Yin tűz disznó hónapban és Yin fém disznó napon született, és mindez még kiegészül egy Yang fém patkány órával. És azért fontos ez az egész, azért érdekes a képlete. Egyrészt azért, mert hogy ilyet még nem láttam, hogy valakinek három disznója van, olyat meg aztán abszolút nem, hogy mondjuk négy lenne, tehát hogy ez egy eléggé egyedi képlet, nagyon egyedi képlet, és mutatja a művészieségét. Mutatja, ugyanis a disznónak ugye jénvíz a képlete. Tehát három disznóval, három jénvízzel tele van egyszerűen vízzel a képlet. Ráadásul a disznó meg a patkány még ezen felül vizet hoz létre. Úgyhogy az egész képlet egy nagy víz, és a víz az mindig a filozófiához, mindig az elmélkedéshez, és mindig a művészethez kapcsolódik. Úgyhogy egyszerűen... Nem is csoda, hogy neki ennyire művészi képlete van, és hát az is, hogy ugye a jinvíz az nagyon szeret szimbólumokban kommunikálni, nagyon szeret képekkel kommunikálni, tehát hogy itt is megmutatkozik az, hogy nem véletlen, hogy ő rendező, és a saját világát próbálja valahogy levetíteni nekünk. Tehát ez az iszonyatos nagy művészieség megjelenik a képletében. A másik az nem annyira jó, szerintem, mert hogy infadisznó évben született, és ugyan a disznókban alapvetően benne van egyébként a manipulatív képesség, de általában jóra használják. Tehát pontosan azért, mert a disznó az egy nagyon élettel teli, életszerető állatjegy, tehát ha manipulál is, azt megpróbálja azért tenni, mert hogy valahogy az életet elősegíteni, meg jobbá tenni az életet. Egy kivétel van ebben, és ez pedig nem más, mint a jinfadisznó. Aki, hogyha alacsony szinten van, akkor bizony manipulációt azt arra használhatja, hogy valahogy a saját céljait elérje, de nem a jó irányba. És azért aggályos ez itt Woody Allen képletében, mert ugye ő sokáig azzal volt igazándiból a hírekben, hogy a saját nevelt lányát vette feleségül, meg hogy meggyanúsították azzal, hogy a másik nevelt lányát is, örökbefogadott lányát is hát úgy közeledett hozzá, hogy ezt nem kellett volna. Úgyhogy és nagyon nehéz ugye ilyen esetekben eldönteni, hogy mi az igazság, és mi hol lehet az igazság, viszont az biztos, hogy egy infadisznó évvel nem állunk túl jól abban azon a részen, hogy ne kérdőjelezzük meg a történet igazságát. Mert hogy sajnos egy infadisznó jegyű emberben benne van a manipulatív képesség, és benne van az is, hogy a manipulációt, azt rossz irányba használja, természetesen ehhez mindig az alacsony szintre van szükség. Úgyhogy ez nem egy olyan jó vonulat a képletében, de mindenképpen elgondolkodtató.